A koronavírus határozta meg a 2020-as évet a sóstó gyógyfürdők életében is. Március közepétől júniusig csak erősen korlátozottan üzemelt minden egység. Leghamarabb a tófürdő nyitott, de ez idő alatt a külföldi vendégek száma jelentősen visszaesett. A magyar kormányzati kommunikációhoz hasonlóan más országokban is a belföldi nyaralást preferálták. Ez a nyári szezonban volt érzékelhető a legerősebben. 2019-hez képest 2020-ban 87 ezerrel kevesebb külföldi vendéget fogadtunk, ami egy óriási nagy szám, és hát összességében az egész éve rányomta a bélyegét a pandémia. A második hullám ugye szintén érinti a társaságot, hiszen november közepétől szintén zárva vagyunk, úgyhogy a tavalyi, tehát a 2019-es 526 ezeres látogatószámhoz azt látjuk, hogy 246 ezer, tehát ez megfeleződött ez a látogatószám. Ugyanakkor nyilvánvalóan nagy humán erő példában munkavállalókkal foglalkozunk, igyekeztünk minden munkahelyet megőrizni. Ebben nagy segítségünkre volt tavasszal is a kormányzati intézkedések, ugye járulékmentességet biztosított a kormányzat, emellett ugye a bértámogatási rendszerbe is be tudtunk kerülni május hónapban. A második hullámban már a bérek 50%-át állja a kormány, amely hatalmas segítséget jelent ennek a szektornak is. A társaság likviditási gondjait ugyan enyhíti ez a támogatás, de összességében így is 300 millió forint fölötti veszteséget könyvel el idén a fürdő, hiszen az árbevétel jelentős csökkenése mellett a munkavállalók költségei jelen maradtak. Podlovics Roland úgy fogalmazott, a 2020-as év a túlélésről szólt. Emellett a svájcilag felújítására vonatkozó projekt haladt, de ott is maradt egy második ütemű fejlesztés, a konyha, a vendéglátóegység és a terasztér vár befejezésre. A társaság 2012 óta nem zárta mínusszal az évet. Ugye ezt túléljük és likvidet tudjunk maradni, 250 millió forint kölcsönt átmeneti likviditási problémát megoldandó kölcsön biztosított az önkormányzat számunkra, úgyhogy ilyen értelemben a likviditásunk biztosított. Munkavállalóink most pandémia második hullámában apró szépészeti beavatkozásokat, karbantartásokat csináltak, nem nagy összegben, nem a nagy anyagi így mellett az élményfürdőben, mert a Júlia fürdőegységeiben. Lényegében egy elég borús évet hagyunk magunk mögött, és hát ugye a 2021-es év mégis az is egy komoly kihívásokat fog jelenteni, hiszen hát látható, hogy nyilván január hónapban már biztosan nem nyitunk meg. Január 11-ig kormányzati intézkedés miatt egyébként sem nyithatnánk, de nyilván egy ilyen rendszernek a beindításához azért van egy bő 10 napos feladat, vízmintáktól kezdve a rendszer beindításig, tehát látható, hogyha 11-én zöld utat kapnak a fürdők Magyarországon a nyitás vonatkozásában, akkor a január hónap már biztosan kiesik. Az önerőből történő fejlesztéseket jövőre is háttérbe szorítják, elsődleges a munkavállalók megtartása és a bérek kifizetése lesz. Bíznak az EU-s forrásokban is, a jelenlegi pandémiás helyzetben ezeket készítik elő, hogyha a kiírások megjelennek, minél hamarabb be tudják adni a pályázatokat.